Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Először megtekintjük azt, mi várható pénteken. A felső kép mutatja azt, hogy mi a fő téma pénteken. Itt madarakról van szó, akik itt csevegnek, énekelnek, szimbolizálják a tavaszt. Az előfordulhat, hogy valamit ti most indítatok, terveztek, ami tavasszal fog megvalósulni. De ennek a madaras kártyának van egy szimbolikus jelentése, és utal a kommunikációra. Vagy egy ilyen személyes beszélgetés, természetesen találkozás, vagy egy telefonbeszélgetés. És ennek a hírnek most van egy nagy jelentősége. A második kártya ott alul mutat egy tornyot. Az jelentheti a ti nagyságotokat, vagy a magabiztosságot, de előfordulhat ennél a toronynál a feszültség érzése is. Mindenki másképp kezeli a dolgokat. Ez a torony utalhat korlátozásokra is, mint például most emiatt a koronavírus miatt. De lesz egy kiút. Én biztos vagyok abban, hogy ez befejeződik, és mi felfedezzük a természetet, a hitünket, a bizalmunkat, és visszatér az életünkbe a szeretet, amire szükségünk van. De visszatérve erre a toronyra, ennek a toronynak nagyon sok jelentése van, mutathat egy nagy várost is, vagy hivatalos dolgokat, esetleg egy bírósági ügyet, de itt jól alakulnak a dolgok, mert a harmadik kártya az mutatja a szerencsét. Tehát itt van egy megoldás, lesz egy kiút. Most megtekintjük a szombati napot. A fő téma a szombati napon ez a virágcsokor. Az lehet egy ajándék, egy meglepetés, vagy azt is jelentheti, hogy valamit megszépítünk, vagy az otthonunkban, vagy a külsőnkben. A második kártya, ez a medve, utal a mi erőnkre, a belső erőnkre is, vagy hogy mi adunk másoknak erőt, esetleg lesz egy meglepetés, és valaki erősít bennünket. A harmadik kártya, ez a horgony, az jelentheti az érzelmeinket, hogy úgy érezzük, hogy valahol megtaláltuk a helyünket, ott le vagyunk gyökerezve, vagy van egy hely a környezetünkben, ami számunkra erőt ad. Ez a horgony szimbolizálja a munkahelyet, és ez a medve lehet egy főnök, vagy egy főnöknő, különösen, ha én ezt a virágcsokrot összefűzöm ezzel a medvével, akkor az inkább egy főnöknőre utal, vagy valakire, aki tudja, hogy mit akar, megvan az ereje, és a szavának van jelentősége. Ez kihathat a munkahelyi helyzetre. De ha én ezt a kártyakombinációt úgy magyarázom el, hogy hat a ti szerelmi életetekre, akkor itt van egy meglepetés, vagy egy ajándék, esetleg egy meghívás, az erősít benneteket, és úgy érzitek magatokat, hogy végre le tudtok gyökerezni. Van itt a biztonság érzete, ami erősít titeket, ami erősít őt is. És most megtekintjük, mi várható vasárnap. Itt látható felül a lilium, és ez jelenti a napi témát.
A liliumnál arról van szó, hogy valamit tisztáznunk kell. Ennek van egy gyógyító hatása is. A lilium szimbolizálja a testi kapcsolatot is. A második kártyán látható egy kulcs. Ez utal a magabiztonságra, hogy itt rendeződnek a dolgok, kitisztul valami. Ezzel a kulccsal le lehet zárni egy ajtót, utal zárkózottságra, de ezzel a kulccsal ki lehet nyitni egy ajtót is, és utal a nyitottságra. A harmadik képen látható egy koporsó. Nem kell ettől a kártyától félni, mert nagyon ritkán utal halálesetre vagy örökösödési ügyre. Ha ez lenne a téma, akkor itt valami kitisztul és rendeződnek a dolgok. De visszatérve erre a koporsóra, ennek a szimbolikus jelentése az, hogy lezárunk valamit. De jelentheti a múltat is, régi emlékeket, vagy valakit a múltból, aki jelentkezik újra, és keresi a testi közelséget, ha szerelmi témáról van szó, vagy vannak ezek a gondolatok, ezek az emlékek, jelentheti azt is, hogy valaki gondol rátok a múltból. Legyetek magabiztosak. Itt valami rendeződik. Van egy gyógyító hatás is. De zárjatok le valamit a múltból, ami benneteket szomorúvá tett. Vegyétek kezetekbe ezt a kulcsot, és bizonyos helyzetben mutassátok ki a nyitottságot, nyissátok ki ezt az ajtót, vagy ha más helyzet van, ami titeket szomorít, akkor zárjátok ezt le. Mielőtt elbúcsúznék, szeretnék valamit közölni veletek. A Facebookon van két oldalam. Dendera Susanna vagy Dendera Susanna Medici. Ennél a második oldalnál most van egy meglepetés, mégpedig naponta közlöm veletek, hogy mi várható. Mi a napi energia a maja naptár szerint, és ez egy szer precíz kalender szisztém. De ne csodálkozzatok azon el, ha németül van írva, mert alatta megvan a magyar fordítás. És ez volt a hétvégi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!